A Minecraftban számtalan rejtélyes építmény generálódhat a világban. Mindegyik más helyen, más kinézettel, más céllal. De mintha a játék rejtélyes háttértörténete mégis összekötné őket valahogy. Vajon kik építették őket? Ideje alaposabban is megismerni ezeket az építményeket. A dungeon bármilyen fenti világhoz tartozó biomban megjelenő generált építmény. A dungeonök 2010-ben az InfDev verzióban kerültek be a játékba. Alapból a föld alatt generálódnak. A játék minden chunk esetében 8 kísérletet tesz egy dungeon legenerálására. Ritkán ugyan, de előfordulhat, hogy ez többször is sikerül. Ilyenkor egy chunkon belül több dungeonnel is találkozhat a játékos. Minden kísérlet esetében egy helyszín és egy 5x5x4-es, vagy egy 5x7x4-es, vagy egy 7x7x4-es terület kerül kiválasztásra. A kísérlet akkor sikerül, ha a következő feltételek teljesülnek. A talaj területe teljes mértékben szolid kell, hogy legyen. A plafon területe teljes mértékben szolid kell, hogy legyen. A falaknak legalább egy, legfeljebb 5 nyílással kell rendelkeznie talajszinten. Ha a helyszín megfelel, levegő és cobblestone blokkok jelennek meg, majd a játék 3 kísérletet tesz 2 láda elhelyezésére. Ahhoz, hogy egy láda megjelenhessen, a kiválasztott blokknak üresnek kell lennie, és egyik oldalán egy szolid blokkal kell rendelkeznie. A spawner a dungeon közepére kerül. A dungeonök kicsi szobák, amelyek sima és mohás cobblestone-ból épülnek fel, és egy spawnert, valamint egy vagy két ládát tartalmaznak. Ritkán, de előfordulhat, hogy a játékos egy láda nélküli dungeont talál. Az is megtörténhet, hogy a két láda egymás mellé generálódik és egy dupla ládát alkotnak. 50% az esély arra, hogy zombi, 25% hogy skeleton, és 25% hogy poke spawner legyen a szoba közepén. A dungeonök mindig úgy generálódnak, hogy közben egy másik generált szerkezettel, például barlangokkal kapcsolódnak. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy egy dungeon felülírja egy kicsi barlang nagy részét. Előfordulhat, hogy két dungeon egymás mellett jelenik meg és egymásba nyílnak. Ilyenkor egy nagyobb, két spawnerrel és a szokásosnál több ládával rendelkező dungeon formálódik. Egy dungeon rágenerálódhat egy másik dungeonre, ezzel kicserélve az előző ládáit és spawnerét. A lehetetlennel határos módon előfordulhat, hogy egy dungeon bedrock szinten generálódik, kitörölve a bedrock blokkokat. Ha a játékos kiüti az alját, akkor egyenesen a voiddal fog farkas szemet nézni. Ez a jelenség azonban még nem igazolt és további teszteléseket igényel. A dungeon az egyetlen generált építmény, amely nem található meg a per locate parancsal. A mineshaft vagy abandoned mineshaft, azaz elhagyatott bánya, bármilyen fenti világhoz tartozó biomban megjelenő generált építmény. Az elhagyatott bányák 2011-ben a Beta 1.8-as verzióban kerültek be a játékba. Általában föld alatt generálódnak, de néha óceánokban is megjelenhetnek. A chunk elemek előtt generálódnak, akár csak az ércek. Néha egymás mellett, vagy akár egymás felett is megjelenhetnek, és akár egymásba is folyhatnak. Képesek más barlangrendszereket is keresztezni. A mésza biomokban azonban a felszínen is legenerálódhatnak. Ezek kivételesen nem tölgyfából, hanem sötét tölgyfából épülnek fel. Bányapokspawnerek és bizonyos faelemek nem fognak generálódni a felszínen. A felszínen a sinek is teljesebbek lesznek. Lapos világok módosításával létrehozhatunk felszíni bányarendszereket is. Néha azonban bedrock szinten is generálódhatnak. Az elhagyatott bányák több részből állnak. A kezdőpont egy nagy szoba, lapos földdel az alján, íves mennyezettel és legfeljebb 4 kiárattal a 4 különböző irányba. Bizonyos esetekben azonban 5 kiárata is lehet. A folyosók 3x3-as egységek, amelyek támasztógerendákat, sineket, ládás csilléket és bányapuk spawnereket tartalmaznak. A kereszteződések 5x5-ös, faoszlopokból álló 4 irányú területek. Az elhagyatott bányák alján gombákkal is találkozhat a játékos. A LEGO egyik Minecraftos készletében egy falu alatt egy elhagyatott bánya van, ezzel a lehetséges eredeti építőikre utalva. A Stronghold, azaz erődítmény, egy bármilyen fenti világhoz tartozó biomban megjelenő generált építmény. Legfontosabb jellemzőjük, hogy a játékos itt találhatja meg az End Dimenzió portálját. Ezeket az építményeket túlélő módban az Eye of Ender itemmel lehet megtalálni. A Strongholdok különböző gyűrűkön generálódnak az adott gyűrű különböző pontjain. Java Editionben 128 Stronghold jelenhet meg egy világban. Az első gyűrűn 3, a másodikon 6, a harmadikon 10, a negyediken 15, az ötödiken 21, a hatodikon 28, a hetediken 36 és a nyolcadikon 9 Stronghold található. A játék sosem fog úgy legenerálni egy erődítményt, hogy annak akár egy része is a felszínen legyen.
Igyekeznek tengerszint felett megjelenni, de ha muszáj, víz alatt is generálódhatnak. A strongholdok változó méretűek lehetnek és különböző szobákból állnak, amelyeket fa vagy vasajtók, valamint rácskapuk kapcsolnak össze. Egyes kiáratok azonban zsákutcák. A generálás egy csigalépcső legenerálásával kezdődik. A létrejövő kiáratok után egy újabb random szoba jelenik meg. Összesen maximum 50 szoba jelenhet meg. Ha a portál szoba nem jelenik meg, a generálás újra kezdődik. Az endportál szoba egy endportált és egy silverfish spawnert tartalmaz. Egy építményben csak egy portál szoba lehet, legalább 5 szobányira a csigalépcsőtől. Általában néhány Eye Offender már el van helyezve a portálon, de az is előfordulhat, hogy egy portál üresen generálódik. Az esély arra, hogy egy portál az összes Eye of Endert tartalmazza, csupán egy az egy trillióhoz. Egy strongholdban maximum 2 könyvtár lehet. Ezek sosem jelennek meg 4 szobánál közelebb a csiga lépcsőhöz. Léteznek kicsi, egyszintes könyvtárak és nagyobb, kétszintes könyvtárak. A második emeleten körben húzódik egy balkon korláttal. A mennyezeten egy csillárformájú fáklyahalmaz található. A két emeletet létrák kötik össze. A nagy könyvtárakban összesen 233 könyvespolc található, amelyek összesen 699 könyvet jelentenek, ha egy Silk Touch baltával üti ki őket a játékos. Egy strongholdban összesen maximum 6 nagy szoba lehet. Ezeknek 4 kiárata van, és lehetnek üresek is, de dekorációkat is tartalmazhatnak, például kőoszlopokat, szökőkutakat vagy ládákat. A strongholdokban elágazásokkal is találkozhat a játékos, amelyek akár 6 különböző irányba is vezethetnek. További szobáknak minősülnek a csigalépcsők, az üres börtöncellák, az egyenes lépcsősorok, a folyosók, a láda folyosók, a folyosófordulók és a zsákutcás folyosók. A strongholdok esetében sokkal nagyobb az esély arra, hogy egy másik szerkezetet, például dungeonöket vagy elhagyatott bányákat keresztezzenek. 2011. július 1-én Jeb megosztott egy rejtélyes romokat ábrázoló képet. A modern erődítményekkel ellentétben ennek az építménynek egy része a felszínen volt. Néhány hónappal később, szeptemberben bekerültek a játékba. A falu egy épületekből álló fenti világhoz tartozó generált épületegyüttes, amelyet falusiak és az általuk tartott állatok, valamint macskák, vasgólemek és alkalmanként zombik, vándorkereskedők és kereskedőlámák laknak. A falvak a plains, szavanna, tajga, havastundra és sivatag biomokban generálódhatnak. A falu típusa és így a benne levő épületek stílusa is attól függ, hogy a falu központja vagy találkozó pontja milyen biomban van. A Plains biomban generálódó falu az egyetlen, ami valamelyest emlékeztet az 1.14 előtti falvakra. A spawnoló falusiak száma attól függ, hogy hány ágy van a faluban. A falusiak csak olyan házakban spawnolnak, amelyek rendelkeznek ágyjal. A munkaállomások, amelyek ágy nélkül generálódnak, mindig falusiak nélkül jelennek meg. Ha a játékos rossz omen effekttel lép be egy falu területére, aktivál egy illagerökből álló raidet. Az 1.2.1-es verzió óta zombi támadások is fenyegethetik a falvakat. A zombi támadások vagy zombi ostromok olyan játékbeli események, amelyek akkor alakulnak ki, ha sok zombi spónol egy faluban, függetlenül a falu megvilágítottságától. Miután a falu lakossága eléri a 20 főt, minden este éjfélkor, illetve minden vihar alkalmával 10% az esély arra, hogy megtörténjenek. Az 1.14-es frissítés során a falvak kinézete egy teljes átalakuláson ment át. Azelőtt minden biomban ugyanúgy néztek ki az épületek, maximum más fából épültek fel. A falut alkotó épületek száma változó, és egy falu sosem tartalmazza az összes létező épületet egyszerre. Az egyedi és szisztematikus kutat kivéve, minden típushoz tartozó épület száma random, de a lapos világokban nagyobb. Ha egy helyre nem helyezhető el egy épület, akkor oda egy lámpaoszlop kerül, így ezeknek a száma nem korlátozott. Az utak az épületek között futnak, és sokszor túlmennek rajtuk. A már meglévő domborzat szintjén generálódnak, függetlenül az átjárhatóságuktól. Sosem jelennek meg tengerszint alatt. Fű helyett útblokkok, víz és láva helyett deszkablokkok, homok, homokkő és vörös homok helyett pedig sóderút jelenik meg. A sivatagi falvakban a víz és láva fölött homokkőhíd jelenik meg. A falvak 2%-a zombi faluként generálódik. Az ilyen falvakban a spónoló falusiak helyett zombi falusiak spónolnak, az ajtók és a megvilágítás mind hiányoznak. Ezek a zombi falusiak nem diszpónolnak, de a napon elégnek. Néhány fa és cobblestone blokk helyett pókháló és mohás cobblestone generálódik. Az üveglapok helyett barna üveglapok jelennek meg. A zombi falvak látszata egy zombik által megtámadott és elfoglalt, egykoron virágzó falu érzetét keltik a játékosban. A falvakban léteznek úgynevezett gyülekező pontok. Ezt egy harang jelzi.
megvan az esély arra, hogy itt egy vándorkereskedő spawnoljon a kereskedő lámáival együtt. Ezeken a helyeken a falusiak egy vasgólemet is képesek megidézni. A munkaállomás blokkokat a falusiak használják. Sokszor ezek előtt töltik az idejüket, vagy csak visszatérnek hozzájuk item csere céljából. A játékos népszerűsége nullánál kezdődik, és mínusz 30 és plusz 10 között változhat. Ha a játékos használja egy falusi utolsó kereskedését, egyel megnő a népszerűsége. Ha megtámad egy falusit, egyel csökken a népszerűsége. Ha megöl egy falusit, kettővel csökken a népszerűsége. Ha megtámad egy gyerek falusit, hárommal csökken a népszerűsége. Ha megöl egy gyerek falusit, öttel csökken a népszerűsége. Ha megöli a falu vasgólemét, szintén öttel csökken a népszerűsége. A játékos népszerűségi szintje nem törlődik halál után, és egy játékos nem tudja egy másik játékos népszerűségét befolyásolni. Minden falu külön tárolja a játékos népszerűségét, így a játékos népszerűsége eltérő lehet két különböző faluban. Ha a játékos egy falusival lép interakcióba, particle effektek jelzik a népszerűség változását. Ha egy falu megsemmisül, a játékos népszerűsége is eltűnik. Ha a játékos mínusz 15 vagy annál kisebb népszerűséggel rendelkezik, a falu vasgóleme automatikusan ellenségesen viselkedik vele, egészen addig, amíg kereskedésekkel meg nem növeli. Jeb egyszer azt nyilatkozta, hogy eredetileg egy olyan falurendszert akartak kialakítani, amelynek népessége folyamatosan növekszik, ha a játékos fejleszti a települést. Technikai szempontból azonban nehéz lett volna kivitelezni, hogy mi minősül háznak egy faluban, ezért végül úgy oldották meg, hogy minden ajtó, ami rendelkezik külső és belső térrel, háznak minősül. Ez később már az ágyaktól függött. Bizonyos esetekben a játékos találkozhat egészen kicsi falvakkal is, amelyek csupán egy házzal, vagy csak egy munkaállomással rendelkeznek. Előbbi esetében a faluban csak nitvit, azaz munkanélküli falusiak spawnolnak, utóbbi esetében a falu falusiak nélkül generálódik le. 2010. február 21-én Notch először említette meg a falvakat és a szörnyvárosokat. 2011. július 1-én Notch kiposztolt egy képet egy faluról, mielőtt megjelent volna a Beta 1.8-as verzió, amikor is bekerültek a játékba. Ezen a képen egy kezdetleges ősfalu látható, amelynek épületei nagyrészt még mohás szúzott kőből álltak. Az épületek generálásában kevés rendszer látható, leginkább szétszórtan, összeköttetés nélkül állnak. 2011. július 13-án Notch egy interjúban beszélt a falvakkal kapcsolatos jövőbeli terveiről. Idézem, egyelőre inkább titokban tartanám, de annyit elárulok, hogy a játékos választhat, hogy segíti a falvakat, vagy lerombolja őket. 2011. augusztus 10-én Notch egyik tweetjében arról beszélt, hogy átadja a falu fejlesztésének feladatát Jebnek, hogy ő a biomok újradolgozásán és a harcrendszer javításán dolgozhasson. Ezelőtt ugyanis Notch egyedül dolgozott a falvakon. Egy nappal később, 2011. augusztus 11-én Jeb azt mondta, hogy a falvak korai tesztje során a kovács lávája sokszor felégette az egész falut. 2011. augusztus 26-án a PAX 2011 nevű rendezvényen először mutatták be a falvakat a nyilvánosság előtt. Ekkor már a belső dizájn is látható volt. A falvak 2011. szeptemberében a Beta 1.8-as verzióban kerültek be a játékba. Eredetileg azt a célt szolgálták volna, hogy malac embereknek adjanak otthont. Ez a mob nem összekeverendő a zombi malac emberekkel. Az 1.0.0-as verzióban bekerültek a falusiak a falvakba. Ekkor még a Testificate szöveg volt olvasható a fejük felett. A Nether Fortress, azaz az alvilági erőd, egy kastélyszerű, Netherhez tartozó generált építmény. Az erődök általában a Z-tengely mentén generálódnak, így az a játékos fog a legnagyobb valószínűséggel erődöt találni, aki észak-déli irányban halad. Az erődök néha belegenerálódhatnak a domborzatba is, ám a fedett belterületek tisztán maradnak. Az erődök hatalmas, hídszerű építmények, amelyek leginkább Nether téglából épülnek fel. Masszív oszlopok tartják, amelyek a láva óceánok felett tornyosulnak. Egy erőd két részből, egy kinti és egy benti területből áll. Ezek folyosókból állnak, amelyek néha egyszerűen megszakadnak. A külső rész egyenes hidakból, maximum 5 darab négy irányú kereszteződésből, maximum 4 darab kisebb szobából és maximum 2 darab blaze spawner platformból áll. A belső rész egy átmenetként szolgáló láva kúrszobából, egyenes folyosókból, maximum 5 darab négy irányú kereszteződésből, maximum 20 darab folyosó fordulóból, maximum 3 lépcsősorból, maximum 2 darab 3 irányú balkonos elágazásból és maximum 2 lépcsősorból áll. Utóbbiak pedig Nether Vault szobákba vezetnek. Az erődök mob spawnolása eltérő a Nether többi részétől.
Itt sokkal nagyobb mértékben spawnolnak magmakockák, valamint a Wither Skeletonok és a Blaze-ek csak is kizárólag itt tudnak spawnolni. Extrém ritka esetekben az erőt nem generál egy belső szobát sem, csupán egy lávatermet. Néha kettő vagy több erőd is generálódhat egymáshoz közel, akár érintve is egymást, ezzel létrehozva egy még hatalmasabb erődöt. A lávakúr belsejében van egy kivezető nyílás az erődből, ahonnan a láva is kifolyik. 2011. szeptember 16-án Jeb kitvítelt egy képet a Nether domborzatának közelgő változásairól. Ezen a képen látható először egy Nether Fortress. 3 nappal később, 2011. szeptember 19-én egy második képet is kiposztolt, ami a közelgő erődök szerkezetét mutatja. 2011. szeptember 21-én Jeb azt nyilatkozta, hogy már nagyjából kész van a Nether frissítésével. Az erődök 2011-ben az 1.0.0-as verzióban kerültek be a játékba. Az 1.4.2-es verziótól kezdve már Wither Skeletonok és Skeletonok is spawnolhatnak bennük. A sivatagi kút egy fenti világhoz tartozó hobokkőből álló generált építmény, amely sivatag biomokban található. Ezek az építmények 2012-ben az 1.2.1-es verzióban kerültek be a játékba. Viszonylag ritkának számítanak, ugyanis 1 az 1000-hez az esélye annak, hogy egy chunk legenerálja őket. Akkor is legenerálódnak, ha a világgenerálásnál az építmények generálása kikapcsolva marad. A sivatagi kutak hobokkő blokkokból és homokkő félblokkokból épülnek fel, középen egy vízforrás blokkal. A per lokír parancsal ezeket az építményeket sem lehet megtalálni. Ez valószínűleg azért működik így, mert a játék nem tekint rájuk valódi generált építményekként. A sivatagi piramis, közismertebb nevén sivatagi templom, egy fenti világhoz tartozó sivatag biomokban található, homokkőből álló generált építmény, amely az egyiptomi piramisokat képviseli a játékban. Ezek a templomok eredetileg 2012-ben az 1.3.1-es verzióban kerültek be a játékba. A sivatagi piramisok sima, csiszolt és vágott homokkőből, narancssárga és kék terrakottából, homokkő félblokkokból és homokkő lépcsőkből állnak. Az 1.8-as verzió előtt a terrakotta blokkok helyett gyapjú blokkok alkották az építményeket. A templom külsején található narancssárga szimbólumok az élet ókori egyiptomi szimbólumát, az Ankhot ábrázolják. A templom tetején lévő lyuk szinte mindig a föld felett generálódik, így a betemetett templomokat is észre lehet venni. A piramis 21x21-es méretű földszintjének közepén egy darab kék terrakotta blokk található, amelyet narancssárga terrakotta blokkok vesznek körül. Ezek alatt egy rejtett kamra található, amelyben 4 láda van elrejtve, tele különböző itemekkel. A helység közepén egy kőnyomólap található, amely egy 3x3x1-es TNT mezőhöz van kötve. A sivatagi piramisok sárga színben jelennek meg a térképen, akár csak a homok és a homokkőblokkok, de alakjuk miatt mégis meg lehet különböztetni őket. A dzsungelpiramis, közismertebb nevén dzsungeltemplom, a dzsungelbiomokban található fenti világhoz tartozó generált építmény. Ezek a templomok eredetileg 2012-ben az 1.3.1-es verzióban kerültek be a játékba. Nem minden dzsungelbiom tartalmaz egy templomot. Csupán 1 a 4-hez az esély arra, hogy egy dzsungelben egy templom generálódjon. A dzsungeltemplomok leginkább sima és mohás cobblestone-ból épülnek fel. 3 emelettel rendelkeznek. A legalsó szinten egy 3 kapcsolóból álló feladvány található. Ha a játékosnak sikerül megoldania, egy pisztolyrendszer segítségével egy apró szoba nyílik meg, ami egy ládát tartalmaz. Ugyanezen a szinten található egy másik láda. Az ehhez vezető úton azonban botlódrót forog fekszik. Ha átsétál rajta a játékos, egy inták mögé rejtett csapda aktiválódik, ami nyilvesszőt lő a játékos felé. Néha a templomon kívül generálódó blokkok, például a levélblokkok az építmény belsejében köthetnek ki. A boszorkánykunyhó, vagy más néven mocsári kunyhó, a fenti világhoz tartozó mocsárban található generált építmény, amely képes boszorkányokat spónolni a világba. A boszorkánykunyhók 2013-ban az 1.4.2-es verzióban kerültek be a játékba. A boszorkánykunyhók csak a sima mocsárbájomban generálódnak, a dombos változatában nem. A boszorkánykunyhó egy fenyőfából és tölgyfából álló viskó, amely néhány blokkal a talaj felett áll. Kint található egy kicsi platform, ami akár bejáratként is szolgálhatna, bár a boszorkánykunyhókhoz jelenleg nem vezet fel lépcső. A kunyhó belsejében található egy üres üst, egy barkácsasztal és egy virágcserép benne egy gombával. Bedrock verzióban azonban az üstben egy random bájital található. A kunyhó belsejében és közvetlen környezetében egy boszorkány és egy kifejlett fekete macska spónol.
Ezen a területen semmilyen más ellenséges vagy semleges mob nem spawnolhat, de passzív mobok igen. A chunk legenerálása során egy boszorkány mindig spawnol minden egyes kunyhóban. Mivel ez az építmény egy felső és egy alsó részből áll, így a vízben állva az alsó rész tökéletesen megtámasztja az épületet. Emiatt viszont, ha a kunyhó egy szakadék fölött spawnol, akkor a tartóoszlopok a szakadék aljáig is elérnek. Megvan az esély arra, hogy több boszorkány kunyhó generálódjon egymás tetején. Az 1.7.2-es verzió előtt a boszorkányok kizárólag a kunyhókkal együtt spawnolhattak. A víz alatti templom egy fenti világhoz tartozó víz alatti generált építmény, amely mély óceán biomokban található. Guardian és Elder Guardian mobok lakják. Jelenleg csak innen lehet szivacsblokkokat szerezni túlélő módban. A víz alatti templomok 2014-ben az 1.8-as verzióban kerültek be a játékba. A víz alatti templomok csak akkor generálódnak mély óceán biomban, ha a középpontjuk 16 blokkos körzetében is ugyanaz a biom található. Más vízi biomokban csak akkor generálódnak, ha a középpontjuk 29 blokkos körzetében is ugyanaz a biom található. Ezek az építmények régebbi verziókban legenerált chunkokban is megjelenhetnek, ha a játékos nem tartózkodott a közelükben 3 percnél hosszabb ideig. A víz alatti templomok mindig a tengerfenék felett generálódnak, sosem temeti be őket az alsó blokkréteg. Térképész falusiaktól szerzett óceán felfedező térképekkel is meg lehet találni őket. A templom különböző típusú prizmarin blokkokból épül fel, és a belső megvilágításról víz alatti lámpások gondoskodnak. Az építmény alapterülete 62x62 blokk. A templom területe csak akkor fog Guardianeket beszpónolni, ha az épület generálása befejeződött. Jelenleg kizárólag itt tudnak spawnolni ezek a mobok. A középső épületrész különböző típusú kamrákból áll. Ezek minden generálásnál véletlenszerűen jelennek meg, így minden templom egyedi számú, egyedi mintában elrendezett kamrákkal rendelkezik. A kamrák vízszintesen és függőlegesen is csatlakoznak a templom további részeihez, és átjárás biztosítanak a bal és a jobb oldali szárnyakba is. A legfelső szobában egy Elder Guardian lakik. A középső épületrész közepén egy kincses kamra található, ami 8 darab aranyblokkot rejt, sötét prizmarin blokkokba zárva. Néha egy templomban olyan szoba is legenerálódhat, melynek mennyezetén több szivacsblokk is található. Ugyanakkor egy víz alatti templom szivacsok nélkül is megjelenhet. Az egyik szárny egy nagy termet tartalmaz, amelyet egy kicsi központi oszlop tart. Ez a terem egy másik Elder Guardian otthona. A másik szárny egy hatalmas nyílt térből áll, benne egy nagy platformmal, amelyen egy harmadik Elder Guardian spawnol. Ezeket a szárnyakat egy hosszú folyosó és egy hátsó rész is összeköti. Egy templomban mindig 3 Elder Guardian spawnol.